Sziasztok! Köszöntelek titeket a mostani videóban, amelyben két különleges ásványról, a sungitról és a turmalinról fogok egy kicsit beszélni, valamint ezeknek a felhasználási lehetőségeiről és tulajdonságairól szeretnék egy pár információt átadni. A kvarchoz hasonlóan a turmalin és a sungit a legősibb ásványoknak tekinthetők, ami azt jelenti, hogy az idők kezdete óta megtalálhatók a Föld nevű bolygón, és már Atlantis korában is léteztek. Speciális szerkezetük van, amelyet részben az ionkötéses szerkezetnek köszönhetnek, és ez egy speciális geometriát tesz lehetővé számukra, és emiatt a geometria miatt pedig speciális tulajdonságok alakultak ki. A turmalinnak nagyon sok formája ismert, ezek közül a legnépszerűbbek a fekete, vöröses, valamint a zöldes és sárgás színű turmalinok, de szivárvány színben szintén megtaláljuk, vagy éppen a görögdinnye turmalin formát is, amely kívül zöld, belül pedig piros. A turmalin különlegességét az adja, hogy képes pozitív energia, vagyis szabad energia felszabadítására a testben, ezáltal pedig egy pszichoaktív védelmet nyújt, és ez a mentális védelem egyébként pszichológiailag is segít az egyén fejlődésében. A turmalint a modern pszichológiai gyógyászatban és terápiák során egyaránt használják. Az agyban, illetve a körülötte lévő térben centralizálódik ez a felszabadult energia, és ez lesz az, amit meditációra és terápiás célra egyaránt használnak. A fekete és a vörös turmalin a legrégebbi turmalin formák, és ezt a kettőt használják általában terápiás célokra. Az egyik legismertebb ilyen terápia pedig a gerincfelül mentén történő energiának az egyensúlyba hozatala, vagyis kiegyensúlyozása. A turmalint használják sungittal kombinálva, vagy éppen más olyan technológiákkal kombinálva, amelyek kvarckristályokat is használnak. Fontos megjegyezni, hogy a speciális frekvenciákat és energiákat képes leföldelni a turmalin, vagyis a pozitív energiákat megtartani. A sungit ezzel szemben transformátorként funkcionál, vagyis az energiát képes átalakítani. Éppen ezért jól kombinálható ez a két kő, ugyanis az egyik az energia átalakító lesz, a másik pedig egy energia megtartó. Ezáltal harmonizálhatjuk a teret, és egy energia egyensúlyt hozunk létre. A turmalinnal kapcsolatban még érdemes azt megjegyezni, hogy amennyiben bárki turmalint szeretne vásárolni, érdemes a nyers, csiszolatlan formákat megvásárolni, ugyanis ebben az esetben a felülete az eredeti, és sokkal jobban kihasználhatók a kozmikus frekvenciákra épülő képességei. Az eredeti neve Sörl, és régen különböző mitológiákban használták, úgy tartották, hogy a túlvilági kapukat képes a turmalin kinyitni. A negatív energia sikeres módon blokkolható vele, az ősi sámánok pedig úgy tartották, hogy megvéd különböző negatív támadásoktól, és a negatív asztrális kivetüléstől is. A turmalinnak van egy jellegzetes tulajdonsága, ez pedig a piezoelektromos effektus, ami a tobozmirigyre is jellemző. Éppen ezért a harmadik szemcsakrával, vagyis a tobozmirigyel mentális technikák alkalmazása során rendkívül jól összehangolható ez a típusú ásvány. Illetve van még egy speciális tulajdonsága, ez pedig a pleokroizmus, amely egy jellegzetes optikai tulajdonság, hasonló a kettős fénytöréshez, ami azt jelenti, hogy ez a kő képes a polarizált fény különböző hullámhosszait hasznosítani közvetlenül. Ez azt eredményezi, hogy a fotonterápiában és különböző fényterápiás eljárásokban valószínűleg nagy sikerrel fogják a jövőben használni a turmalint. Szintén ennek a jelenségnek köszönhető az, hogy különböző típusú turmalin jelent meg, tehát a feketétől kezdve a sárga színig, majdnem, hogy minden színben pompázik ez a kő. A másik kozmikus ásvány a sungit, amelyet már az ókorban is használtak spirituális célokra, ugyanis már akkor is ismerték, hogy energia átalakításra lehet használni. A sungitnál szintén érdemes a nyers formát, valamint a piramis formát alkalmazni, ugyanis a piramis forma az a kozmikus életformának, illetve életenergiát reprezentálja. Éppen ezért használták a sungitot is régen ebben a formában, hiszen
Ezáltal képes volt úgy megtartani az energiát, hogy nagyon kicsi legyen az energiavesztesség, és nagy legyen az energiaprofit. A negatív energiákat pozitív energiává képes alakítani, méghozzá úgy, hogy egy jellegzetes energiamezőt hoz létre maga körül, és ahová a térbe elhelyezzük a sungit tartalmú tárgyat, ezt az energiát pedig meg is tartja. Nagyon ritka ásványról van szó, speciális szénmódosulat ő is, és jellegzetessége, hogy a szerkezetéből adódóan hővezető és hőszigetelő képességekkel is nagy mértékben rendelkezik. Gyógyászatban, hagyományos, holisztikus orvoslásban pedig szintén használják. Kísérletesen sikerült igazolni, hogy a toxicitási rátát a sejtekben jelentős mértékben csökkenti, és a sejtek körül is generál egy energiamezőt. A kvantum energiával szintén jól kombinálható, nem kizárt, hogy a jövőben lesznek olyan eszközök, amelyek képesek lesznek a sungitot és a szabad energiát szintén felhasználni. Különlegessége, hogy a víz szerkezetét képes teljesen átrendezni, ehhez pedig szintén javaslom példának az emotóféle vízkísérletet, amely során különböző fraktálmintázatokat és szerkezeti elemeket vesz föl a víz. A sungit szintén képes erre, tehát egyfajta víz tisztításra is alkalmas. Különlegessége, hogy az egyik olyan természetes anyag a Földön, amely bizonyos negatív elektromágneses besugárzástól és az 5G-től is némileg védi a környezetet és a szervezetet. A legjelentősebb képessége az mégis az, hogy az oxidatív stresszt az képes csökkenteni, ugyanis antioxidáns hatású, ami azt jelenti, hogy az antioxidáns enzimeket fogja aktiválni, a szabad gyököket az pedig eltávolítani, ezáltal pedig normalizálni az oxigén szintet a vérben és a sejtekben. És a videó végén szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik bármilyen terméket vásároltak a webáruházból. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem voltatok. Legyen szép napotok, sziasztok!